A Kecskeméti Járásbíróság egy hónapra elrendelte a letartóztatását annak a 37 éves férfinak és 15 éves fiatalkorú társának, akik a megalapozott gyanú szerint két 17 éves lányt raboltak ki egy Kecskeméti szórakozóhely közelében, a Vagóly utcánál szombat hajnalban. Információink szerint a fiatal gyanúsított megtámadta az egyik lányt, aki védekezésként megütötte, ezért a támadó elmenekült a helyszínről. A másik férfi azonban dulakodni kezdett a másik lányjal, akinek végül elvette a telefonját. A járásbíróság a két román állampolgár letartóztatását rendelte el, mivel a nyomozó hatóság elől el megszöktek, ezért szökésük, elrejtőzésük veszélye fennáll, valamint szerény anyagi körülményeik miatt feltető, hogy szabadlábon engedésük esetén újabb bűncselekményt követnének el. A bíróság döntését az ügyész tudomásul vette, míg ellene a gyanúsítottak és védőik fellebbezést jelentettek be, amelyről a Kecskeméti törvényszék fog döntenie.